mi a csapatunkkal egy lámpát készítettünk, a lámpát egy fadeszkára erősítettük, és a tartóváza egy műanyag csőből készült, amire tojástartóból kivágott kis darabokat húztunk, ezt lefestettük, és egy elhasználódott karácsonyi égősor világít rajta. Ilyen tárgyakat hoztak magukkal a természettudományi verseny csapatai a végső megmérettetésre. A feladatuk az volt, hogy újrahasznosított anyagokból vagy hulladékokból készítsenek használati vagy dísztárgyakat. A verseny megkezdése előtt ezeket mutatták be a zsűrinek, akik pontozással értékelték az első versenyszámot. Ez egy országos verseny, melyet a mi iskolánk hirdetett meg, immár második alkalommal kerül megszervezésre. Nagy örömünkre már az előző tanévben is meglehetősen nagy volt az érdeklődés, de most ebben az évben megduplázódott. Az országból 66 csapat tartott ki a végsőkig, és abból a legeredményesebb 20 csapatot hívtuk meg ide a döntőfordulóra. A verseny célja nem csak a tehetséggondozás, hanem az is, hogy a város kaput nyisson az országra, és bemutatkozhasson a távolabbi településről érkezőknek is, hangsúlyozta a versenyen Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. A városnak rendkívül fontos nem csak az, hogy ilyen versenyek kerüljenek megrendezésre, hanem a városban működő valamennyi szolgáltatás, és köztük az oktatás is minél magasabb színvonalon működjön. És ebből a szempontból az, hogy az ország különböző pontjairól a gyerekek, a pedagógusok, a felkészítő tanárok ellátogatnak, megismerik az iskolát, az itteni oktatást, de olyan programokat is szerveztünk, hogy az oktatáson túl a város értékeit, a különböző turisztikai, egyéb szolgáltatásait is megismerjék, kellemesen töltsék el itt a szabadidejüket, és bízom benne, hogy ezzel a rendezvénnyel az országban a városnak a neve, az értéke erősödik, és megismerik azokat az értékeket, amitől Nyírbátor Nyírbátor, hiszen mi egy nyitott város vagyunk mindenki számára. Az országos komplex természettudományi versenyen a csapatok írásbeli tesztfeladatokat is kaptak, valamint kísérletelemzéseken vettek részt.